Sziasztok! Ez itt a heti anime Boku no Heroes verziója, immáron a negyedik évad 8-tól 10. epizódjával. Elég sok akción vagyunk túl, így a harcimádok nagyon elégedettek lehetnek most a sorozattal. Pat képességének a fordulata nagyon eltalált lett, de hát a legjobban szerintem Kirishimának a hátterét élvezhettük. Tamaki múltja is nagyon érdekes, maga Mirio pedig igazán érdekes frizurával élt akkoriban. Kiderült, hogy jelen van a sorozatban a Yakuza becsület, valamint Himiko és Twice is szórakozott most egy kicsit. Amikor behatoltak az épületbe, állóképekben mutatták a tömeget, így itt egyből spórolást kaptunk. Utána viszont fokozatosan emelkedett a feszültség, és hát nagyon jól jött Nighteye-nak a képessége, mivel csak az ő emlékezetének árán tudták kinyitni azt a titkos ajtót. Tamaki és Mirio kapcsolata eddig is jó volt, de most, hogy jobban elmélyítették, a barátságuk erősebb lett. A gyerekkori ábrázolásuk mindkettőjüknél nagyon eltaláltra sikeredett, de hát a legjobban az a feltűnő, hogy Mirio ilyen nagy kedvel élt akkoriban. Tamaki egyből kapaszkodót látott benne, ő ugyanis olyan gyerek volt, aki kevesebbre értékelte magát másoknál. Pedig nincsen semmilyen betegsége, vagy valamilyen testi hátránya, minden önérzet hiánya lelkileg alakult ki benne. Mirio nagyobb ényének az ábrázolása olyan, mintha a tulipános fanfamból érkezett volna, mert abban a korban hordtak ilyen hajat. Ő hatalmas kedvel rendelkezett, viszont a képességét ő se tudta akkoriban rendesen használni. Tamaki ebből merített erőt, hogy minden hátrányt le lehet győzni, kellő kedvel. A jelenben jócskán bajba keveredett a hősünk Chisakinak az embereivel, akiket egyébként nemrég szervezett be. Érdekes megjelenítést kaptak, és jól megszorongatták Tamakit. A polipcsápok jól lettek megrajzolva, de persze szokásosan ezúttal is spóroltak a mozgáson. Amikor az ellenség élve akarta megenni a hősünket, elég durva lett a képernyő, szerencsére azonban Tamaki lelki erőt merített. Megette az ellenségnek a kristályát, ezáltal pedig olyan formát öltött, amivel képes volt legyűrni az ellenséget. Fatt és Kirishima rappával és tengájjal került össze, és ekkor tudtuk meg, hogy Chisakiék őrzik a Yakuza becsületet. Tisztességesen szeretnek küzdeni, ez nagyon hitelesnek mondható, ám abban már találni furcsaságot, hogy az egyik jelenetnél konkrétan szamurájoknak állítják be Chisakinak az embereit. A valódi Yakuzák élete jóval bűnösebb, mint azt hinni. Rappa ütései bizony hiányolták a folyékon rajzolt, viszont magának az ütésnek az effektjei, illetve ahogy becsapódtak Fatba, majd ahogy ezeket Fat elnyelte, ezek bizony már hozták a jót. Maga a küzdelem is izgalmas volt Fat kitartásával és Kirishima félelmével. Tényleg elősnek állították őt be az új formájával, erre simán kikapott. Mindig is ott volt benne a hős, de sose tett érte, ezért nem védte meg azt a gyereket akkoriban. Akkor is tökölt, amikor jött az a nagy darab fickó és irányt kérdezett, akiről egyébként szerettük volna tudni, hogy ő ki is valójában. Mindkétszer Mina volt a megmentő, de persze ő is ugyanúgy fél. Újítás, hogy egyébként ő ilyen szinten fiús lánynak mondható, de illik rá ez a szerep, csak az a baj, hogy a jelenben nem éreztetett ilyet magából. Az, hogy Kirishima nem volt eredetileg vörös hajú, meglepő tény, és amilyen rövid volt a háttere, olyan ütős lett. Átjött a tenni akarása, illetve az is, hogy a példaképe mutatta meg neki a kellő irányt. De még jobban tetszik az, hogy összekötötték őt Minával, mert ezek szerint ő volt a futólány a hősünk múltjában. Látványosan ment Kirishima a rappának az ütései ellen, de ennél is látványosabbat produkált maga Fat. Képes lesoványodni a zsírja elvesztésével, amit energiával alakít, így olyan, mintha két szereplőnk lenne. Az aurás szikrázó ütése annyira menő volt és annyira látványos, hogy ez a jelenet bizony képes volt odacsapni egy nagyot a nézőknek. Tengai pajzsa eddig Rappa védelméül szolgált, később azonban kiderült, hogy szó szerint így pedig mégse olyan jó barátok, mint azt hittük. Az, hogy Rappa ellátta Kirishimának a sérüléseit, ez bizony Yakuza becsület volt, és hát ekkor árult el azt is, hogy le akarja győzni Chisakit. Egy pillanat alatt kikapott tőle, így nem sok esélyt jósolhatunk arra a visszavágóra, de cselekménynek jó ez a szál. Dekuék ottmaradása a folyosón Chisaki embere miatt történt, aki a képessége szerint képes egyé válni a szilárdsággal, vagy magával a fallal. Volt, amikor mozgott a folyosó, a falat pedig ilyenkor CGI-jal oldották meg a készítők. De hát volt olyan is, amikor Dekuék folyékon rajzosan reagáltak az imbolygásokra. Deku nem találta magát a csatában, régen ütnie kellett volna, hogy előrébb jussanak, a rúgásai pedig váltott képkockákkal történtek, ami így visszafogás. Nighteye bunyós jelenete két élőnek számít, mert nagyon megosztó lehet, hogy valójában ilyen erős.
De az meg hatásos, hogy egy üzletembernek látszó alak is nagyot tud ütni. Himiko meglepetése Aizawát gyengítette, ugyanis eléggé hiteltelennek tűnik, hogy egy ekkora hőst így meg lehet lepni. Átjöttek amúgy a szúrások, főleg Locknál, és a színjáték is tetszett, bár jó, hogy gyorsan kitalálták. Twice és Himiko kapcsolata nagyon hatásos, mivel ők a legjobb páros az egész Tomura csapatban. A két elmebeteg, akik kiszámíthatatlanok és a leghűségesebbek a vezérükhöz. Amint megérezték a kellő alázatot Tomurában, el is fogadták, hogy ettől kezdve Chisaki emberei is lesznek. Nem mellesleg először láthattuk Tomurát ilyen arccal, és igen gyötörtnek tűnik. Himiko és Twice végül kiidegeli Chisakinak az emberét, aki innentől kezdve annyira rázogatja majd azokat a falakat, hogy az csak na. Reméljük nem kapják el Himikóékat, és sokáig huncutkodhatnak még. Ha nektek is tetszett Kirishimának a háttere, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, meglepődtetek-e azon, hogy a beteg öreg nem más, mint az eredeti Yakuza főnök. A következő részben Deku továbbra is töri azt a falat. Közben Mirio eléri Erijéket, és nagy csata van kibontakozóban. Chisaki gyerekként is látható lesz. Ki ne hagyjátok az újabb epizódot. Ez volt a heti anime Boku no Hero-s változata erre a hétre. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is elosztok. Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.